Székesfehérvári törvényszék illetékességi területén 4 járás bíróság működik. Így a Székesfehérvári, a Bicskei, a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi járásbíróság szolgáltat igazságot a jogkereső közönség számára. De ez nem volt mindig így. Az újonnan megjelent kötet az elmúlt másfél évszázad változásait tekinti át. Vállon okozott ez talán a legnagyobb nehézséget, mert ugye 1912-ben onnan elkerült a járásbíróság, a Királyi Járásbíróság, és ott szerencsére találtam az Országos Bírósági Hivatal irattárában egy olyan rajzot, amin volt egy helyrajzi szám, és ez alapján be tudtam azonosítani a helyszínt, és ott a helyszínen, tehát Vállon próbáltam rekonstruálni legalább a fejemben, hogy hol lehetett ez a járásbíróság, mert ma már nem úgy néz ki a település, ahogy 100-120 évvel ezelőtt. A könyvben helyet kaptak korabeli irattári anyagok, régi és mai fényképek, melyek segítségével az olvasó képet kaphat a Fehérvár megyei járásbíróságok históriájáról, és ezen keresztül a települések helytörténetéről is. Ezeknek a járásbíróságoknak a szervezése, elhelyezése szorosan összefügg a település történetével, fejlettségével, tehetőségével, így arra, annak a egyfajta bíróság történeti aspektusból meg lehet világítani ezt a helytörténetet. Tehát a váliaknak, a bicskeieknek, a móriaknak, a dunaújvárosiaknak és így tovább szívből tudom ajánlani, hogy nézzenek bele. A kiadvány egy az Országos Bírósági Hivatal által kiírt pályázat keretében valósulhatott meg, ezért érdemes azt könyvtárakban, illetve a járásbíróságokon keresni.